Nagy szeretettel köszöntöm a Kemény Idők Podcast új epizódjának hallgatóit, az én nevem Voszti Ferenc, és mai vendégem a visszatérő kerékgyártó Ivon, kiváló filmrendezőnk. Szia, Ivon! Szia, Feri, és köszöntöm én is az állandó, és esetleg az új hallgatóidat is, akik a Nikita hívószóra csatlakoznak be ebbe a sorozatba. Nagyon jókor teszik, ez egy nagyon jó alkalom. Ez egy nagyon érdekes téma, amit ez a film magával hoz. Több érdekes téma is van ilyen. De mielőtt rátérnénk, hadd kérdezzelek meg, ez egy ilyen kis új betét minden epizód elején, hogy mostanában mi olyasmit láttál, amit ajánlanál a hallgatóknak, és mi olyasmi, ami nagyon-nagyon nem tetszett neked? Na, hát mikor mondtad, hogy lesz ilyen kérdés, akkor még nem tudtam, de aztán utána hallgattam pár előző epizódban, hogy nem csak az érdekel, hogy milyen filmeket látnak a vendégeit, hanem hogy tényleg fontos az, hogy valami érzelmi kapcsolódás legyen ehhez a filmhez, és ez most szerencsés, mert egyrészt tudok mondani olyat, amit semmiképp nem ajánlok senkinek. Azt hiszem, ezzel fogom kezdeni. Ez hát, talán nem meglepő annak, aki utána olvasott. Én nem olvastam utána, de ez a Ridley Scottnak a Napóleon filmje, amivel hát, édesapámat leptem meg, hogy együtt elmenjünk mozizni, és nem. Szóval én azért arra számítottam, hogy itt valahogy a Gladiátornak egy ilyen, nem tudom, vízhangját fogjuk megkapni, izgalmas harcjelenetek, hát végül is egy izgalmas életút, és hát ezt tényleg nem ajánlom. Viszont amit láttam, és ez a Netflixen elérhető, ez egy elég jó kis brit horror, amit szerintem te már láttál, az angol címe az, hogy His House, Kinek a háza, 2020-as horrorfilm, és ez egy alapvetően a kísértett házas horroroknak a kliséire épül, de egy bevándorló pár a főszereplője, akik megérkeznek Nagy-Britanniába, menekült státuszt kérnek, és így a jog szerint a menekült státuszukat egy házban kell tölteniük, aminek egyébként nagyon örülnek, tehát hogy boldogok, hogy végre új életet kezdhetnek, de hát természetesen ez a ház, ez pokoli. Tehát, hogy ez minden kísértett házas klisét felsorakoztat, nagyon ijesztő, de hogy pont emiatt a megközelítés miatt mégiscsak eredeti tud lenni ez a filmecske. Nagyon-nagyon jó volt, egy jó meglepetés. Egyébként ez egy ilyen többszörös BAFTA jelölt film, Rémi Vicks volt a rendezője, aki megkapta a leggéretesebb első filmes tehetségnek járó BAFTA díját, és hát talán ennyit erről. Nem láttam ezt a filmet. Ugyanezzel a címmel, ha jól emlékszem, ugyanezzel a címmel, egy kb. 2016-os szintén brit horrorfilmet ismerek, egy rendkívül low budget filmet, ami egy nagyon szikár, nagyon durva film, és arról szól, ugye a címből eredetezhetően, hogy His House, egy olyan apáról szól, aki terrorban tartja a családját, tehát ez jóval kevésbé entertaining film, mint amit elmondtál. De meg fogom nézni ezt, amit most ajánlottál. Egy pillanatra csak a Napóleonra, ha visszamennénk, hogy mi az, mi volt neke, én nem láttam, olvastam csak róla, hogy mi volt az, ami nem tetszett benne. Hát leginkább szerintem egy elhibázott dramaturgiai koncepció az, hogy 40 évnek a történését próbáljuk fókusz nélkül egy filmbe pakolni, aminek valójában azért valahol van fókusza, és ez a Napóleon-Josephine közti szerelmi történet, ami azonban egyáltalán nem lesz átélhető. Tehát egyébként a Maiwenn nevű kicsit Luc Besson témában már érintett színésznő és rendező egyébként sokkal jobban meg tudta ugrani ezt a témát. Ugye ő a Napkirálynak a szerelmi életéről készített egy saját főszereplésével egy filmet, amire én úgy ültem be, hogy semmit nem vártam tőle,
És ott meg tudott történni az, hogy behúzott egy kapcsolatnak a dinamikája annyira, hogy ez lekötött. Na most itt a Napóleon filmnél nem, de valószínűleg nem volt eldöntve, hogy tulajdonképpen mi az érdekes. Az, hogy Napóleon sok háborúban volt, és ezt most tényleg azért fogalmazok így, mert abszolút kívül maradunk az eseményeken, mondjuk ez egy ennyire hosszú filmnél, 90 percnél is fárasztó lenne, de így abszolút indokolatlan. A Gladiátorral ellentétben itt nem történik meg az a, nem tudom, érzelmi kapcsolódás, ami ahhoz kell, hogy bármennyire is érdekeljen a főhős. Hát így foglalnám ezt a szint. Ahogyan Ridley Scott a Napóleont ábrázolja, azzal nem volt problémád? Hát az tetszett, sőt, nekem még az kifejezetten tetszett, hogy egy kicsit szélsőségesen ábrázol egy ennyire ismert karakter. Uh-huh. Szóval erre még azt mondom, hogy szuper, meg bátor, de valójában nem kezdett ezzel semmit. Tehát a Joaquin Phoenix kicsit azt a visszafogott játékmódot hozza, amit a Ari Asternek a legutolsó őrületébe, a Boys of Raid-be. De komolyan mondom, hogy Ari Aster ezzel többet kezdett, mint most itt Ridley Scott. Szóval nem nagyon tudok mit hozzátenni. Egyszerűen olyan szinten kívül maradtam, ami hát tényleg ritka. Igen. Igen, sajnos én is ezt olvastam róla, hogy nagyon egy elidegenítő film, és a Scottnak, elég rendesen a Scottnak köszönhetően az. Tehát semmiféle elvárást, akár azt az elvárást, hogy ez valami romantizált életleképezés lesz, azt nem hozta sem azt, hogy egy kubrickista hidegség lesz, hanem egy ilyen zagyva, nagyon furcsán elidegenítő film. Nagyon felsorolásszerű, tehát és ez már a felétől biztos vagy benne, hogy ez így fog folytatódni, tehát meglepetések sem érnek. Ráadásul azért az, hogy mondjuk a napóleoni életműben volt egy waterloo-i csata, hát azt azért nagyjából tudjuk. Szóval nagy meglepetések tényleg nincsenek, meg hogy volt egy orosz hadjárat, és ezt végül is Ridley Scott illusztrálja, de hát minek? Tehát egyébként nagyon jó Napóleon filmek vannak, szóval azt sem mondanám, hogy ez feltétlenül. De mindegy, én azt gondoltam, hogy ez egy olyan kihívás, amiben ő így valahogy örömet fog találni, de szerintem ő maga is unta. Nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy Ridley Scott a jó ember, a megfelelő ember, akármennyire is egy elfogadott nagy rendező ilyen életműnek a megfilmesítésére. Jó, akkor térjünk rá a mai témánkra. A Luc Besson 1990-es, nyugodtan mondhatom, hogy klasszikus filmére, a Nikitára, ami nyugati filmes téren a maga újszerűségével, mert ilyen filmet, ilyen akciófilmet addig nem készítettek, tehát forradalminak hatott szinte. Te hogy vagy a Nikitával? Hát nagyon megtisztelő, hogy rám gondoltál. Öröm volt ez. Igen, összefüggés volt az agyamban a kettő között. Nikita is van, igen. Csodálatos volt. És ugye az, hogy ezt a filmet ahányszor újra nézzük, szerintem többes számba mondhatom, vagy hát akár a nevedbe is, de hogy ez tele van kincsekkel. Ez szeretettel csinálták ezt a filmet, és ezek a karakterek, létező karakterek. Tehát, és hát nem is tudom, hol kezdjem. Ugye kicsit a történet, hogy tulajdonképpen itt van ez a fiatal rendező, Luc Besson, akinek a Nikita a negyedik filmje, és ugye a Nagy Kékségnek állítólag az utómunkája alatt született ez a történet, és elég rövid idő alatt letette a papírra, ezt a történetet szintén ő írta, hogy általában a filmjeit, és hogy a forgatókönyvön látszik az a fajta szabadság, meg zabolázatlanság, ami ezekben a szerelem projektekben ott van. Hogy egy akciófilm, ami ugyanannyira szól a szerelemről, a párkapcsolatokról, mitől működik egy jó párkapcsolat, mitől nem, úgy, hogy közben egy percig nem enged az akciófilmes feszültség. Így van, így van. Hát igen. És hozzáteszem, hogy ezt 30 éves nőként megnézni, 30-valahány éves nőként, teljesen más érzés, mert hogy
Majd beszélünk ezekről a férfiakról, akik ebbe a filmbe megjelennek. És beszélünk Bessonról, aki, hogy hova sorolod ezek közé a férfiak közé Bessont, mert egy elég érdekes kapcsolati háttere van Bessonnak, amiről te valószínűleg tudsz. És hogy ezt a filmet annak alapján hogyan lehet értelmezni? Hát valószínűleg amikor a Besson elkezdte az egész filmes karrierét, akkor ő az egy nagyon fiatal volt, tehát egy 20 éves fiú. Sőt, a 20 évei elején, nagyon az elején kezdte el. Igen. Igen, mert amennyire tudom, ő azért gyakornokoskodott Hollywoodban, stúdióknál, tehát amikor ugye kiderült, hogy ő nem tud a szülei nyomdokába lépni, és valahogy ezzel a búvárkodással foglalkozni, akkor ő azért rögtön a film felé fordult. Igen, volt egy elég komoly balesete, elnézést, hogy félbeszakítanak. Mind a két szülője búvároktató volt, akik járták a világot, és elég jól ment nekik a biznisz, és a Besson is ez lett volna, a nyomdokaikba lépett volna, de sajnos történt egy elég komoly balesete, és ez teljesen megakadályozta, hogy folytatassa ezt a szakmát. És aztán az első filmje olyan 24 éves kora körül, ugye már egy nagyon sikeres első film, és a negyedik filmje a Nikita, amit egyébként megelőzött a Nagy Kékség, ami egy közönségsiker Európában, azt nem tudom, hogy Amerikában hogy teljesített. És ugye, hogy mi ezek a kapcsolati hálók, meg hogy a nők, meg Luc Besson, hogy azt látom, hogy ez az első filmje, amit igazán egy szerelme inspirált. Ugye Anne Parillaud játsza a főszerepét a Nikitának, aki a Nikita forgatásakor, és ezt, tehát ennek most néztem utána, hogy ő ekkor 30 éves volt. Igen. A Nikita karaktere pedig egy kamaszlány, és valahogy, ugye Luc Besson a Nikita Parillaudra írta ezt a filmet, és valahogy ettől a szerelemtől, nem tudom, nem voltam ott, de azt gondolom, hogy nem elválaszthatatlan ez a tartalom, amit megszületett. Tehát, hogy egy férfi vagy egy alkotó ennyi mindent belelát egy nőbe, a kamaszlányt, a harcost, a melodrámát, a tragikát, ehhez szerintem szerelmesnek kell lenni, vagy valami hasonlót kell érezni. Abszolút. Tudom, te ezzel hogy vagy? Abszolút szerelmes volt. Talán a film forgatása után kiszerettek egymásba, mert elég gyorsan elváltak utána, de érződik a szerelem a filmben, plusz hát egész egyszerűen az, hogy a Parillaud el tud játszani 30 évesen egy 17 éves lányt, az elég durva, és el tudja játszani. És persze ehhez kell a Bessonnak az a viszonyulása hozzá, hogy a kamerát úgy használja rajta, hogy ez az illúzió létrejöjjön. Igen, tehát ugye amikor felkértél erre a podcast epizódra, akkor rögtön ajánlottad a remékeket, amik a Nikitából készültek, és majd erre rátérünk. A Nikita akármennyire érezni a szerelmet, vagy azt, ahogyan egy férfi egy nőre tekint, nincs túl szexualizálva, és szerintem ez az, ami nagyon érdekes, és ezt én még most sem fejtettem meg, tehát valószínűleg újra meg kell majd néznem ezt a filmet, hogy lehet egy női főhőst úgy ábrázolni, hogy ennyire testi legyen maga a történet, és mégse legyen az a nő egy tárgya, a szexualizálásnak a tárgya. De majd rátérünk, de szerintem ehhez az is kellett, hogy Anne Parillaud azért erre a filmre hát láthatólag felkészült. Tehát ott egy olyan izomzatot látunk, olyan mozgást, ahogyan nem tudom, hogy figyeled-e, hogy amikor ezt a kamasz drogos pánkot alakítja, hogy egy teljesen más mozgása van, mint ami egyébként akár később, tehát ez a zárt mozgás, valahogy a függőket látszik, hogy nagyon megfigyelte. Emiatt abszolút nem azt érzem, amit utána az adaptációkban, remake-ekben, hogy azt kéne a nézőnek érezni, hogy de megdugnám ezt a kis pánk kamaszlát, mert azt érzem, hogy ez egy drogos. Tehát, hogy nem akarom, hogy a közelembe jöjjön, mert bármikor megkéselhet.
És ez egy létező karakter, amit ők alapul vettek, és ebből a valójában a mocsokból fejlődik ki a nőnek a karaktere, születik meg, tulajdonképpen ez egy újjászületés történet, és ismer rá a saját vágyaira. Na és akkor itt jön be a párkapcsolat, amit én nem tudok összeegyeztetni azzal, amit mondjuk Luc Bessonról olvasok, ugye most már azért Luc Besson a 70-es évei felé jár, tehát az, hogy egy ember, tehát mi történik érzelmileg évtizedek alatt, azt nem tudjuk, de gyönyörű az, és ezt a Roger Ebert megfogalmazta egyébként, amikor a Point of No Return című remake-ről írt kritikát, hogy ugye a Nikitában nem véletlen az, hogy amikor a Nikita végre kiszabadul, akkor egy pénztáros fiút szemel ki magának, és gyakorlatilag behúzza a saját életébe. Egy olyan embert, aki abszolút nem fitoktatja a férfias erejét, nem akar hatalmat gyakorolni fölötte, mondhatni egy kis embert. És gyönyörű, ahogyan ebben a párkapcsolatban megtalálja magát, mert elkezd megtanulni mosolyogni, nevetni, azért, mert valaki elfogadja őt olyannak, amilyennek, és végre nem elvárásokkal, meg hát igen, elvárásokat támaszt. Van irányában. Hát valahogy igen. Így. Igen, igen. Nagyon-nagyon előnyére van a filmnek az, hogy a figura nincs szexualizálva. Mert azon fönn lehetne akadni, azon elmenne minden létező elemzés abba az irányba, hogy ezzel mit tegyünk, de nem, Besson nagyon határozottan egy embert szinte szexualitástól mentesen, illetve később nem, a filmben később nem, de az elején legalábbis ábrázol, és egy olyan embert, akit befog, elfog a rendszer, és azt csinál vele, amit akar. És én azt, amikor összejön ezzel a pénztáros sráccal, abszolút igaz, amit elmondtál, bár nekem ott inkább az jön le, hogy annyira horny a csaj, hogy ott valakire, jóképű gyerekre rá kell, hogy vesse magát, és mindegy neki, hogy kicsoda. És ez is egy a maga kissé primitívségében a karakter, ebben is szimpatikus nekem, amit ott tesz, hogyha ebből igen. Az irányból közelítjük meg. Amit korábban mondtam, hogy a Besson priváti kapcsolatait bejönnek az elemzés során, arra értettem, hogy igen, a Parióval van egy rövid házassága. És valóban szinte mindig valahogy a kapcsolatai határozzák meg, az életbeli kapcsolatai határozzák meg a filmeket. A Parióval van egy házassága, elválik a Pariótól a film után, és feleségül vesz egy 16 éves kis csajt, akivel 12 évesen ismerkedett meg, amikor a lány 12 éves volt. Aki a már említett Maven, akinek... Maven LeBasco, igen. Maven LeBasco, akinek súlyos traumákat okozott nem sokkal ezután, mert pár évvel a házasságuk után, talán 2-3 évvel a házasságuk után a 19 éves Mila Jovovics lesz igen, a következő szerelem. Várjál, mindjárt oda is elérünk. Ez egy full pedofil cucc, érted? Tehát ez az, ahol bennem a szimpátia Besson iránt, akit én nagyon kedvelek a 80-as évek munkái alapján, elég rendesen megbicsaklott, és ahogy mondtam, mindig a szerelmeit dolgozza föl, az a bizonyos Leona Profi című film, az próbál elhatárolódni szerencsére a pedofiliától, de az egy rohadtú pedofil film, főleg annak tekintetében, hogy ez a csávó 30-valahány évesen egy 12 éves kis csajjal kavart annó, pár évvel korábban. 12 évesen ismerkedtek meg, 16 évesen vette feleségül, de nekem nem mondja senki, hogy az addig nem történt semmi köztük, érted? Igen, nem valószínű sajnos, igen. Hogy ők a más éjszakán először, igen, de igen. Hát ezért örülök, hogy a Nikitáról beszélgetünk, ugye, mert igen, csak perspektívába akarom tenni a Bessonnak a bizonyos hozzáállásait a nőkhöz. És amíg a Nikitában tényleg le a kalappal, ahogy hozzááll a figurához, később ez már elég problematikus. Hát nekem nagyon szimpatikus lenne, hogyha Luc Besson Parióval élte volna le az életét, de nem ez történt. És hát valóban, ahogy mondod,
a nők, hogy mennyire meghatározzák Luc Besson pályáját, azt majd akár egy 2014-es Lucy című filmnél nézni, ahol a felesége volt a producere, és ez azt gondolom abszolút látszik ennek minden negatívumával együtt. De visszatérve, nagyon nehéz, amit így fogalmam sincs, hogy miben van egy 30 akárhány éves ember, aki megkíván egy 10 akárhány éves embert. Hál' Istennek eszembe nem jutna ilyen, és nem tudom elképzelni. Nem de tudok ebben segítséget adni nem, sajnos. Nem, igen. Hál' Istennek, de azt gondolom, hogy van összefüggés a között, hogy nagyon beindult a szekér. Tehát, hogy azt azért láthatjuk, hogy itt van egy feltörekvő tehetséges filmes, aki nem csak egy ügyes második filmet készített a Metrót, nem csak egy közönség sikert, ami Európában korrektül nagyot ment, nem csak megcsinálja utána a Nikitát, aminek utána nem sokkal elkészül az amerikai remake-je, majd beszélünk az ázsiai remake-jéről, tehát kvázi egy inspiráló, mondhatni, kultfilm a maga műfajában, de utána ez a pálya ez továbbra is felfelé ível. Tehát itt nincs megállás, és valószínűleg ez vagy morálisan is hat az emberre. Igen, az biztos, hogy elszállt magától, hogy magyarosan leegyszerűsítsem ezt a dolgot. Igen. Az biztos, hogy igen, hát ahogy mondtad korábban, a Mével Lebaszkótól elválik a Mila Jovovics miatt, Mila Jovovicstól elválik a következő csaj miatt, szóval a csávó eléggé ágyra járó típus. Hát, de hogy mit, hogyan válik el? Tehát ugye a Maiven hát lesz egy közös gyermekük, ugye? Igen. És ez a nő, ez kvázi akkor 18-19 éves, amikor megtudja, hogy az új főszereplővel hát nyilván csalja őt a férje, és tényleg egy anorexiába, meg depresszióba süllyed, szóval és évekig nem tud kijönni bele, ráadásul Maiven azért egy tehetséges rendező volt. Már most is szerintem az, de hogy igen, érdekes. Igen, nem érdekli a Bessont az, hogy mit hagy, milyen pusztítást hagy maga mögött, de tényleg ez elég, hogy ennyibe, ezt kielemeztük a magánéletét, tovább nem menjünk, mert tényleg a Nikitáról van szó ma, és... Hát az a baj, Feri, hogy én azért ebbe kicsit elmélyültem, és sajnos azért a Luc Besson problémakör, az, és nagyon érdekes, hogy azért azok a nők, akik az élete részét képezték valamilyen módon, azért hogyan viszonyulnak hozzá. Nem tudom, ezt a család kíváncsi lennék, milyen a Luc Besson gyermekének lenni, vagy milyen egy közös karácsony Bessonéknál, de fogalmam sincs. Annyira furcsa, és számomra annyira különös, nem tudom, az biztos, hogy 2023-ban szerintem egy 30 akárhány éves rendező már nem nagyon vehetne feleségül egy 16-17 éves nőt, anélkül, hogy lányt, anélkül, hogy ennek ne legyen a pályára nézve következménye. Ugye a Besson a Le Dernier Combattal indít, azt hiszem, az utolsó harca embertelen tehetséges rendező. Tehát a Dernier Combat, az utolsó harc, az nem, ha jól emlékszem, nagyon régen láttam, nem beszélnek benne egy szót sem. Egy post-apokaliptikus sztori három szereplővel, és már ott megmutatja azt, hogy csak és kizárólag a vizualitásból nem hogy valami emlékezetes tud alkotni, hanem valami egyedit tud alkotni, amit például az európai, a francia film ott és akkor, szóval ez teljesen új az európai és a francia filmnek, amit ő ott lehet, ez egyből igen. Az asztalra. Hát ez egy, a 80-as évekről beszélünk, tehát itt nem az, amit ő a kezdő filmesként képvisel, az a legtrendibb irányzata volt, lesz később, ugye ez a Cinema du Luc, ami a Luc Besson, a Betty Blue-nak a rendezője, nem jut eszembe. Kara. Leo Kara, Luc Besson, és harmadik francia rendező nevéhez kapcsolódik, de hogy náluk ugye azt mondják, hogy a vizualitás kvázi a történetmesélés fölé kerekedik, de ez nem igaz. És ezt nagyon utálták ők hárman, hogy ezt őket így hívták. Mert ez butaság. Tehát, igen, hogy igen. Ők a képet, a filmre úgy tekintenek, mint egy képi nyelvre, ahol valóban a vizualitás az elsődleges eszköz, és azt gondolom, hogy ezt következetesen képviseli Luc Besson, abszolút, majd hát nyilván egy ponton azt érzem, hogy már
az egész világ ezt képviseli, tehát a Marvel filmek korában a vizualitásra helyezni a hangsúlyt, az már nem egy nagy tett, hogy mondjam, de amikor ő ezt kezdte, és a Nikita idejében ez abszolút az volt, és a Nikita volt szerintem az első filmje, ahol megtalálta azt a saját filmnyelvét, amit utána következetesen továbbfejleszteni, és ez az is kapcsolódik, hogy itt dolgoznak ugye először együtt az Arbogásztal, Thierry Arbogásztal. Thierry Arbogásztal, igen, aki egy kiváló operatőr, és nagyon sokféle filmet fényképezett, például ő volt a Macskajajnak is az operatőre. Igen. Ahogy van benne valami naturalizmus, ahogyan, és ez nagyon jól áll a Nikitának, ahogy ugyan ezt a képregényes nittelést, döntött fártok meg minden, igen. Ez egy nagyon, én, bocsáss meg, csak, hogy nagyon biztos vagyok benne, hogy ő rájuk a hongkongi filmipar borzalmasan hatott vizuálisan. A 80-as évek hongkongi filmiparja. Tehát azokat a beállításokat, azokat a snitteket látom viszont nagyon sok filmben, de főleg a Nikitában, amit a Hongkong használ. Pont nem a két Nikita koppintás, a Black Cat, meg a Black Cat 2, de nagyon sok Hongkongot látok a filmjeikben. Erről te biztos többet tudsz, és szerintem majd erről beszéljünk is. Én a francia képregény kultúrát és a belga képregény kultúrát látom. Tehát azt, hogy bátran mernek snittelni egy jelenetet, bátran merik váltogatni a totált a közelivel. Ezek a srácok nem félnek használni a kamerát, és nem félnek egyébként látványba gondolkozni. Belegondolsz, az összes Besson film az egy nagy vállalással indít, és oké, hogy ezt valószínűleg gyártói szinten nehéz követni, de hát ezért megyünk moziba, hogy beráncsak egy világba, és elparázsoljanak, és ezt ő abszolút zsigerileg tudja. Nézd, az ötödik elem az alapvetésében egy az egyben a Möbiusnak és a Hodorovszkinak az Inkál című nagyon-nagyon nagy klasszikus képregényének a átvétele. Igen. Amíg, ahogy kibontja a filmet, az már nem, de az alapvetés az, hogy ott egy taxisofőr és a lány, aki azt se tudja, hol van, beleesik a taxiba fölülről a hiper-szuper megavárosban, ez egy az egyben az Inkál, tehát onnan van átvéve. Igen, a 70-es, 80-as évek politikus francia képregénye, az nagyon-nagyon ott van. Sőt, az a leg, igen, ahogy jól mondod, az a legnagyobb hatással van a Bessonnak a filmjeire. Hát, ha belegondolsz, milyen ember az, aki egy utopisztikus skifivel debütál. Tehát, hogy az abszolút egy disztópikus. Egy disztópikus skifivel, igen. Hogy ez valószínűleg egyébként a skifi irodalom is közrejátszik abban, hogy egy Nikita forgatókönyv az el tud készülni, és ennyire sallangmentesen ott tudja vegyíteni ezeket a műfajokat, ami szerintem mondjuk akár a magyar film gyártásban nagyon ritka. A Nikita az állítólag úgy készült el, hogy egyfajta ajándéknak szánta a rajongói felé, mert a rajongói voltak azok, akik a nagy kékséget megmentették. Tehát akkora már a Bessonnak kialakult egy rajongótábora, és elmentek a moziba, tényleg megnézték, mert a francia kisújukat eltartó kritikusok nem voltak megörülve azért a filmre, pedig az egy csodálatos film. És megmentették a rajongók, és a Nikita stikában készült, mikor készlet nem volt sajtóvetítés, és nem volt semmi, hanem egész egyszerűen bele tolva a mozikba, csak azért, hogy a rajongók láthassák először, mert annyira hálás volt nekik. Hát ezt nem tudtam. Azt olvastam a Nagy Kékség negatív kritikáit, de azt is látom, hogy azért ez a Vox Office-ban abszolút a Besson volt az első olyan filmje, amit tényleg egy nagyobb közönség megnézett, és amennyire látom, a Nikitának Európában volt főleg sikere, 5 millió dollárt hozott, ha jól olvastam, ami
mondjuk az amerikai remake-nek az 50 millió dollárja az képest kevésnek tűnik, de az képest, hogy ez egy francia nyelvű, persze, francia akciófilm, ahhoz képest ez fantasztikus. Persze, persze. Figyelj, a Nikitában egyrészt ott vannak a Bessoni képi megoldások, amik már ott, még a, talán a Dernier Combatban nem, meg a Metróban is csak egy kicsit, de viszont a Nagykékségben már nagyon ott vannak, de a Nikita az első olyan filmje, amiben elhagyja a sallangot, hogy így mondjam, hogy azt, ami elég sok üres járatot csinál a Nagykékségben, a második felében elég sok szerintem az üres járat, az itt teljesen el van hagyva. A Nikita az annyira a lényegre van becélozva, vizuálisan, narratíva, minden szempontjából, hogy az valami őrület. Az egy, a maga nevében egy egyszerű, de mégis tökéletes forgatókönyv, meg rendezés, meg minden. Igen, és azért, hát ez volt az első közös munkájuk, hogy Thierry Arbogásztal, én azért azt érzem, hogy itt volt egy olyan operatőri támasz, aki segített abba, hogy itt mi az, amit érdemes felvenni, és hogyha mondjuk egy jelenetet két közelivel meg tudunk csinálni, ami viszont nem televíziós, unalmas közelig, akkor csináljuk meg két közelivel. Én tényleg rendkívülnek tartom még a két férfi főszereplőt is, ugye a Cheki Kario, aki hát igazából a Nikita filmnek azt gondolom, hogy egy a legtitokzatosabb karaktere, és hogy valahogy a többi remake-kel, adaptációval ellentétben ebben a férfi karakterben benne van az, amit egy titkos ügynöktől úgy el tudok képzelni, ez az érzelmi bénaság, az, hogy igazából egy csókot látunk a filmben Nikita és Bob karaktere között. Az, hogy látjuk, hogy ez a férfi valójában nem egy szadista állat, mint egyébként a többi utána következő mékekben, hanem egy nyomorult, akinek nincs érzelmi élete, neki nincs magánélete, mert ő egy titkos ügynök, aki szintén egy gép, mint amit ez a rendszer megpróbál Nikitából is aragni. És emiatt működik a film végén az a két férfi között az a kettős jelenet. Mert az érzelmeket ez Cheki Kario soha nem fogja birtokolni. Abban nem vagyok biztos, hogy nem szadista. Szánalmas, az kétségtelen. Szerintem azért van benne egy szadista. A castingje ennek a filmnek hihetetlen jó. Tehát a Cheki Kario ezzel a szereppel lett közismert, ha jól tudom, és ennél őnála jobban ezt a figurát senki nem tudta volna játszani szerintem. Tehát tud vele a néző szimpatizálni, ugyanakkor a perverzitás is ott van az arcán. Tehát az hogy képes a perverzitásra, és ez a kettősség, ez egy nagyon nehéz ezt eljátszani szubtilisan, és ő megcsinálja. Igen, nekem valahogy nem, tehát értem, amit mondasz, de hogy abszolút nem éreztem szadizmust, tehát hogy nem éreztem a szándékos szadizmust. De lehet, hogy ez bennem van a hiba. Vannak ilyen kis szadista mosolyai, jó? Azt kell észrevenni. Okay. Férfi szadista, igen. Hát ez a beteljesületlen szerelem miatt van, nem? Tehát, hogy nem az a frusztrációjának az oka, amit mosolyjal próbál leplezni. Persze, az is. Abszolút benne van az is. Hogyne. Ez a nyomorult férfi mosolya. Egy olyan helyzetben, amiben ő van fölül. Igen, az biztos, hogy azt viszont lehet, hogy a maga Nikita figurája nincs szexualizálva, az viszont nagyon benne van a filmben, hogy a nő, aki bekerül ebbe a rendszerbe, ebbe a toxikus férfi rendszerbe, mert alapvetően ez az, Jean Moreau ide vagy oda, az hogyan köpi ki őt ez a rendszer. Egyébként a Jean Moreau, az a csodálatos francia színésznő, aki a Nikitának, aki Nikitát oktatja kellemre, ő az, aki kimondja szerintem a tétel mondatát ennek a filmnek, ami az, hogy a nő az élet sója. És pontosan ez az, ami a fontos a Bessonnak, hogy ezt ábrázolja ezzel a filmmel, és fontos lesz a két szerencsétlennek, aki hátra marad el, mikor a nő otthagy őket a francba. Hát meg honnan indul ez a karakter? Onnan indul, hogy nem tud mosolyogni. És ezt például következetesen végigviszi, mint motivum a film, hogy a nő, mert Nikita nem azért nem viselkedik
úgy, mint egy nő a zsámmoró társaságába, vagy nem veszi ezeket a illemórákat, vagy nőiségórákat, mert nem akarja, vagy így lázad, hanem mert látszik rajta, hogy ez neki egy a komfortzónájából való kimozdulás, egy ilyen kellemetlen mű, amibe aztán bele tanul, és aztán amikor a szerelmet megtapasztalja, akkor kezdi el élvezni tulajdonképpen, és nagyon ilyen apróságokat imádok, amikor tényleg egy filmben ezekre figyelnek, és a Ridley Scott Napóleonnál ugye mennyire nem volt ez, ahol 40 év eltelik, és az emberek ugyanúgy néznek ki. Na itt nem, tehát itt Nikita, amikor elkezd egy szabad életet, akkor a hajszíne finoman változik állandóan, a haj fazonjának a vágása, elkezdi élvezni azt, hogy ő egy nő, akit megnéznek, elkezdi a mimikáját használni, az arcát, sokkal változatosabb lesz az arcjátéka. Bejön azzal a kalappal, ami úgy néz ki, mint egy hatalmas szelet sajt, ilyen lukas kalap. Hát, ami egy francia filmnél abszolút utalás, az ilyen 60-as évekbeli francia filmes női hős típusokra, akikbe beleszeretünk a femme fatale-okba. Igen. Nagy, a Pario egy úgy hozza ezt a figurát, és eleve olyan, mint egy rejtély, maga a színésznő is, szinte minden szerepében. És miután ez a film siker lett nemzetközi szinten, 92-ben megpróbáltak őt Hollywoodnak eladni. Megcsinálta John Landis rendezésében az Innocent Blood, most a magyar címét fogalmam nincs, hogy micsoda, című filmet, ami egy nagyon-nagyon szórakoztató horror vígjáték. Ezt ajánlom neked, hogy nézd meg. Ez tényleg jó. Egy nagyon jó film. Innocent Blood is. Nagyon vizuálisan, szenzációsan néz ki. És az Pario nagyon jó benne. És mindenki nagyon jó benne, és a rendezés csúcs, és az effektek véresek, és látványosak, minden. De ettől függetlenül, hogy ilyen jó ez a film, nem lett a Parioból hollywoodi sztár, mert amit ő ad a filmeknek, és amit a közönségnek, az nem biztos, hogy például az amerikaiaknak le lehet fordítani. Nem biztos, hogy az amerikaiaknak a szimpatikus. Ez a, hogy titok marad a nő végig. És igazából ő ilyen. Hát köszönöm az ajánlást, ezt mindenképp meg fogom nézni. Én imádom ezt a játék, ezt a sokféleséget, ahogy egy színész fokozatosan mutatja meg az arcát a közönségnek, és egyetértek azzal feltétlenül, hogy a 90-es évek Hollywoodjában, ahol a Julia Roberts volt a sztár, meg a Meg Ryan, nem, tehát, hogy ez abszolút nem nekik való, ez a színésznő. Hát nem akarom degradálni tényleg a hollywoodi közönséget, de hát tehát ez egy csoda, és ez az kell, hogy élvezd azt, hogy te kibontasz egy filmet, és elmélyülsz benne, és akár nézésről nézésre új dolgokat fedezel fel benne. Hát igen. Igen, szóval csak az, hogy ő egy ízig végig, vérig európai színésznő, akarva akaratlanul. És hát Hollywood talán nem is baj, hogy nem nagyon tudott vele mit kezdeni. Nem, szerintem sem. Főleg azért, mert ugye elkészült egy 93-ban a hollywoodi remake-je a Nikitának, ez a Point of No Return, amit bevallom, én nem, tehát hogy néztem, de azért néha bele kellett tekernem, tehát az a legjobb iskola példája annak, hogy lehet rosszul adaptálni egy forgatókönyvet, tehát azok az apró változtatások, amik mégiscsak megtörténtek, azok mind a hátrányára válnak a filmnek, a casting az rettenet, tehát hogy igen, ami pont ami a jó a Nikitában, hogy fokozatosan bontja ki a néző a karaktereit, azok a karakterek, akiket látunk, hogy folyamatos változásban vannak, az ugye a Point of No Return-ben minden ott van az arcunkban, Bridget Fonda játsza Anne Parillo-t, egyébként igyekszik, de hát ugye az izomzatán látszik, hogy azért azt a felkészülést nem tette bele ebbe a filmbe, amitől elhinnénk azt, hogy mondjuk ő tényleg egy ilyen profi tréninget kapott, és ez a pisztoly az nem áll úgy a kezébe, mint hogy ő egyébként ezt fogná minden nap.
A Gabriel Byrne abszolút elhibázott, mint Bob, mert ő tényleg olyan, mint egy ilyen pervers cukros bácsi, tehát folyamatosan ezzel a szexuálisan felgerjedt félmosolya az arcán közelít egy kicsit Fondát. És hát az egész film tulajdonképpen egy paródiája lesz annak, ami a Nikita. Úgyhogy ez például ezt felkínálták, ezt a rendezést Luc Bessonnak, aki nem vállalta el, tehát ő úgy döntött, hogy nem ezzel fog Hollywoodban. Én életemben először most néztem meg ezt a filmet, erre a podcastre készülve, és hálát adnék a jó Istennek, ha nem kellett volna ezt a filmet megnéznem. Tudom, hogy vannak rajongói, még abból az időből nagyon sok embernek ez bejött, nagyon sok ember ezzel a filmmel, ezzel a Bérgyilkos nő, ez a magyar címe, találkozott először ezzel a filmmel, de ez egy okádék, ez egy mocsadék ez a film. Minden, ami nagyjáteszi, nem csak hogy jóvá, nagyjáteszi a Nikitát, hiányzik ebből a filmből, és egy olyan hollywoodi hamburger klisé van a helyére téve ezeknek a jó dolgoknak, hogy élvezhetetlen lesz tőle a film. Rondán néz ki, rosszul van megrendezve, félre van castingolva teljesen, a vége el van baszva teljesen, tehát semmi nem működik ebben a filmben, ahogy te is mondtad. Elképesztő, hogy mennyire rossz ez a film. Nem is tudom, hogy nem is értem, hogy hogyan lehetnek ennek rajongói, mert aki egyszer látta Nikitát, ahhoz ehhez a filmhez nem pozitívan nem szólhat hozzá. Hát nyilván talán úgy, hogy akik a rajongói, azok nem látták a Nikitát. Igen, viszont igen. Lehet, hogy kamaszkorukban látták, és a Bridget Fonda szép. Valami ilyesmit tudok elképzelni. Hát nem tudom, érdekes a két filmnek csak a legelejét összehasonlítva, hogy az Empario megjelenik a Nikitában, ő egy kis punk csaj, de még úgy is, hogy egy szét van eső teljesen, még úgy is egy bizonyos fajta szimpatikusságot áraszt magából. Itt a Bridget Fonda a fellépésnél, a film elején úgy néz ki, mintha leöntötték volna olajjal, de nem, tényleg úgy néz ki. A legrosszabb fajta goth, nem is punk, borzalmas, hogy milyen. Tehát mindenféle van értve az egészben. Egy torszülött ez a film. Igen, teljesen rossz. Teljesen. Még csak annyit a Nikitához visszatérve, csak eszembe jutott, hogy nem beszéltünk az akciójelenetekről, és itt jön be az, amit én a hongkongi filmekkel kapcsolatban mondtam korábban, hogy ott van például az éttermi lövöldözés, ami az európai filmnek az egyik legklasszikusabb akciójelenete, aki látta Nikitát, soha nem felejti el. És az, ahogyan megvan csinálva, ugye ez egy 90-es film, és igazán a Hongkong rajongás az európaiak részéről ugye a 90-es évek elején indul be. De a rendezők, a filmesek már ekkor, a 80-es évek végén néztek hongkongi filmeket, mert nekik könnyebb volt hozzájutni. És egyértelmű, hogy azok a kameramozgások, ahogy a lövöldözés megvan csinálva, megvan rendezve, a nagyon sok John Woo, meg ilyesmi van benne a 80-as évek hongkongi filmjeiből. Hát úgy képzelem el, hogy ők tényleg meg akartak csinálni egy olyan akciófilmet, amit előtte még más nem. Uh-huh. És ezt nem tudom, hogy mennyire volt európai előképe a Nikitának, de én is azt gondolom, hogy inkább messzire kellett nyúlni. Biztos vagyok benne, hogy ez a különbség talán egy maradandó film és egy ilyen tucat termék között, hogy itt a szerzői szándék az folyamatosan az, hogy valamit kurva jól megcsinálj, és a nézőnek örömet okoz, vagy hát ugye örömet, élvezetet, izgalmat adj. És hát ehhez nyilván valahogy felkészültek, és valamit alapul vettek, de hát valószínű, hogy nem az európai filmtermésből, mert ott nem nagyon volt ilyen. Abszolút, tehát attól függetlenül, hogy átvett motivumokat és képi megoldásokat, simán nevezhető eredeti áttörfilmnek a Nikita, mert az európai filmben nincs igazán elődje. Tehát mit tudom, mert Truffaut-nak van a Bride War Black, vagy nem tudom már mi volt a magyar, vagy igen, az eredeti címe 60-as évekből, amikor van egy lány, akin a férfi társadalom elveri a port, ennyien szólva, és ő bosszút áll ezért meg hasonló.
De így kimondottan úgy, hogy egy nő szembeszáll a rendszerrel, vagy legalábbis a rendszer megrágja, kiköpi, és ő megpróbálja az életét utána összerakni, ilyenre nem nagyon emlékszem, főleg műfai film keretek között. Viszont Hongkongban nagyon nagy előélete van ennek a műfajnak, és most egy picit, akkor térjünk rá a Nikitának a két remake-ére, két hongkongi remake-ére, illetve egy hongkongi remake-ére és annak a folytatására. A Black Cat 1-re és a Black Cat 2-re, ami 91-ben és 92-ben készültek. Most csak annyit előjáróban elmondanék, hogy ennek a, ahogy említettem, műfajnak van egy előzménye Hongkongban, a úgynevezett Girls with Guns films, és ezek a filmek a kung fu filmekből nőtték ki magukat. A 80-as évek közepén jelentek meg Hongkongban, akkor kezdett Hongkong igazán olyan filmeket gyártani, amelyeknek lányok, nők voltak a főszereplői, nagyon profik, nagyon értettek a harchoz, nagyon értettek a gyilkoláshoz, kung fuhoz és lövöldözéshez egyaránt, és mondom, valószínűleg tartom, hogy innen is, ezekből is látott elég sokat a Besson. Az az érdekes, hogy a legelső ilyen konkrétan Girls with Guns film, az az 1985-ös Yes, Madam, aminek a Michelle Yeoh, aki most lett Oscar-díjas, a főszereplője, és az a cég, amelyik a Yes, Madam-et csinálta, a D&B Productions, azzal a filmen indított, mint produkciós ház, és az utolsó filmjük az a Black Cat 2 volt, mert abba mentek tönkre. Na, csak ez zseniális, már csak azért is, mert tulajdonképpen felrajzolódik egy párbeszéd Hongkong és Luc Besson között. Persze, hogyne, hogyne. És ez annyira jó, hogy erre igazából most világítasz rá. Meg fogom nézni ezt a Yes Madam című filmet. A Yes Madam szenzációs, ez egy nagyon nagy... 85-ös, és a folytatása, amiben szintén a Michelle Yeoh a főszereplő, és a nyugatról importált Cynthia Rothrock, aki egy szenzációs harcművész, egy amerikai csaj, annak az a címe, hogy Royal Warriors, és az még jobb. Az, a Royal Warriors, az a maga műfajában talán minden időki legjobb ilyen Girls with Guns filmje. Na, hát ezt nagyon, nagyon jó tudni. Ezeket most meg fogjuk nézni. Én egyébként egyetlen előképet tudtam felkutatni a Nikita kapcsán, és ez a Dreyernek a Jeanne d'Arc szemetesei. És egyébként most nevetsz, de hogy biztos vagyok benne, hogy ezt megnézték az operatőrrel, mert ahogy a nőnek a közeli a használva van, ahogy mozog rajta a kamera, ez egy 29-es némafilm, ez egy az egyben elárulja, hogy ezt látták, ráadásul Luc Besson utána csinált egy Jeanne d'Arc filmet, de ez már tényleg nem ennek a podcastnak a témája. Úgyhogy vissza Hongkongba. De nyugodtan beszélhetünk róla majd, csak a... És itt lesz most, úgy tudom, köztünk némi nézeteltérés. Ugyanis akármekkora Hongkong hívő vagyok, meg vagyok húzatva, meg vagyok őrülve a hongkongi filmekért. Szerintem a Black Cat 1, 91-ből, és a Black Cat 2, 92-ből, szerintem katasztrofálisan rossz filmek. Hát akkor nem vagyunk egy véleményen, szerintem igen. Zseniálisak ezek a filmek, pont azért, mert itt a remake az egy kulturális szűrőn keresztül történik, de mégis megpróbálják valahogy ezt a nyugat. Tehát, hogy mi történik? Egy francia filmet megpróbálnak Hongkongban úgy adaptálni, mint egy amerikai filmet, úgyhogy közben Kanadába forgatják részben. Szóval egy olyan egyveleg jön létre, ami kezdődik ugye azzal, hogy Beckett egy, hogy hogyan ábrázolja a punk nyugati nőt ez a film, ami szerintem ugye Hongkongban ez a kategória, hogy drogos punk nő, ez alapvetően ilyen, tehát biztos el tudják képzelni, hogy ez milyen, de nyilvánvalóan nincs hozzá annyi közük, mint mondjuk egy nyugat-európainak ugyanebben a korban, vagy egy amerikainak. Tehát csinálnak egy ilyen teljes őrületet, ahogyan egy kis amerikai ilyen söntésben egy ilyen hongkongi lány combnadrágban, kurvának öltözve kikezd egy kamionossal, akinek egy háló a pólója, és a nedves hasizmát mutogatja, láthatóan fel van teljesen, fel van izgulva erre a kis
lányra, Tudod, akivel... röhögök Na, folyamatosan. itt elkezdődik, én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen pornó, soft pornó lesz, és arra gondoltam, hogy na, oké, majd biztos arról fogunk beszélni, hogy lám-lám, ez a példa mutatja, hogy milyen az, amikor a nőt egy szexuális tárgyként tekintik, és rosszul szexualizálják, de ez a soft pornó, ez elindul, elég sokáig jut, tehát, hogy ott majdnem leszopatják ezt a szegény lányt, de aztán elindul egy ilyen véres harc, a férfi meg a nő dobálják egymást, mindegy, elindul ez a Nikita átalakítása egy bérgyilkos nővé, és akkor magára talál a film, tehát hogy érezhetően egy olyan közegbe kezd el mozogni, amit már hongkongiak jobban ismernek, és akkor elkezdődik valójában a Nikitát látom egy ilyen kulturális szűrőn. Nem tudok erre jobb szót, ez olyan, mintha egy hamburgert, vagy Értem, csak kulturális szűrőn keresztül. Egy kulturális szűrőn. Mintha egy hamburgerezőben ennék sushit, vagy nem tudom, egy hamburgert ennék egy kínainál. Tehát, hogy egészen fura, és nagyon-nagyon élveztem, mert bátor volt és őrült, és aztán a Black Cat 2 az meg egy új teremtménye ennek a kiinduló ötletnek, hogy a Nikitát azt valahogy próbálják meg remake-elni, az már teljesen ledobja magáról a láncait. Itt a nő az már egy gyilkoló gépé vág, olyan akciójelenetek vannak, hogy imádom, tehát nem tudom, megfigyelted, a Black Cat 2-ben a hangmérnököt meg a zeneszerzőt valószínűleg hazaküldték, tehát hogy zene meg hang szempontból ez a film katasztrófa, de az akciórendező az ott volt a szedben. Biztos van összehasonlítási alapot, hogy ugye ebben a korban, Hongkongban milyen akciófilmek készültek. Én a Black Cat 2-nek az akciójeleneteit imádtam. Nagyon tetszettek. Az egyetlen pozitívum, amit erről a két filmről el tudok mondani, az az, hogy a kettőnek a végére az akciójelenetek nagyon jók lesznek. Tehát tényleg az utolsó fél órának az akciójelenetei le a kalappal előttük. Nagyon jól vannak megkoreográfálva, a rendezés is magához tér, a vágó is tudja, hogy hol kell vágni, meg minden. De egészen addig, Hongkongban, illetve igen, Hongkongban, van egy ilyen kifejezés, hogy guailó. Guailó azt jelenti, hogy fehér kísértet. Ezt a fehérekre mondják, ez a fehéreknek a gúj neve. Minden fehér embert guailónak mondanak. Ez egyáltalán nem egy pozitív kifejezés. És ezek a filmek, mivel mindegyik külföldön történik, úgy értem, hogy nem Hongkongban, ami egyébként egy hongkongi filmtől elég szokatlan, annyira tele vannak guailókkal, hogy az valami hihetetlen. Nem szokás minőségi színészeket keresni, ha guailókról van szó a hongkongi produkcióban. És mindenki, aki ebben a két filmben van, és tele van a film guailóval, annyira tehetségtelenek, hogy az valami hihetetlen. Tehát olyan szinten tehetségtelenek, hogy egy amatőr színész jobb, mint ezek a csáv. És minden második szerep az valami guailó. Ez szerintem... Igen, de ez következetes, és emiatt már várod. Tehát én vártam, hogy mikor tűnik fel a következő kiemelt statiszta, aki rossz lesz. A rendőrnök, a Black Cat 1-re ez egyébként szerintem abszolút igaz, ott minden mellék szereplő rettenet. De ebben van valami pervers élvezet, hogy mindig eléd nyújt valamit a film, amin meglepődsz, és működik, mert ebben a világban minden elcseszett, és valójában nem akarja ezt a film komolyan venni magát, ugye ellentétben az amerikai remake-kel, viszont a Black Cat 2 az egy olyan vállalást tesz, ami konkrétan a James Bond filmek szintje. Tehát az a film, az elkezdődik pár, ugye játszódik Oroszországban, foglaljuk össze a hallgatóknak, hogy Jelcin, szól a Jelcin Black Cat akarják, 2. A Black Cat 2-ben Jelcint akarja egy titkos társaság meggyilkolni, és jön a Black Cat, akit a Jade Leung alakít, akiről majd mindjárt beszélünk még egy picit, aki a, nem tudom, vagy a CIA-nak, vagy a hongkongi titkosszolgálatnak a szuperügynöke, aki már a második részre egyfajta terminátorrá változik, és ő neki kell ezt a Jelcint meggyilkolni akaró társaságot kicsinálnia. Igen, itt van a
valahogy a levegőben egy olyan szándék, hogy a világbékét népszerűsítsük, hogy Oroszország, Amerika újra barátok, és ezt a hongkongiak támogatják. És ez a másik, ami tetszik, hogy ők ebbe hittek. Láthatóan hittek, hogy tulajdonképpen az amerikai CIA-t hongkongiak segítik abban, hogy Jelcint ne öljék meg Amerikában. Ezt nem tudom, érted-e, hogy ez mekkora, ez zseniális. És ami nagyon, tehát láthatólag a Black Cat 1-ben az, ami a francia filmnek egy hatalmas, hogy mondjam, hát tulajdonképpen elválaszthatatlan része az, hogy a szerelmet, a párkapcsolatot úgy ábrázolja, hogy egy európai film tudja a szerelmet és a párkapcsolatot ábrázolni, hogy egy amerikai film sem tud a mélyére menni a férfinő kapcsolatnak. Na most az nyilvánvaló, hogy a hongkongiakat ez rohadtul nem érdekli. Tehát a Black Cat 1-ben ez egy nyűg. Sajnálják, hogy sajnos hát a Nikitát kell adaptálni, amiben van egy szerelmi szál, de rohadtul nem érdekli őket. Ők akciót akarnak, egy női akcióhős, ahogy mondom, valószínűleg azoknak a női akcióhősöknek a mintára, akit az ő közönségük imád. És ehhez a Black Cat 2-nek a Terminátora szerintem már alkalmasabb. Abszolút. A kínaiak, akár hongkongiak, akár nem hongkongiak, lehet, hogy ez most nem lesz szép, hogy ezt mondom, a pragmatizmust teszik mindennek elébe. És egy ilyen love story, az csak fölösleges időhúzás. Ez úgy általában a műfaji filmeikre jellemző. És ez van itt is, ez van itt is. Tehát pragmatizmus az a lényeg. Na most rendben van, lehet, én nem vitatkozom vele, csak attól függetlenül, csak hogy nem tetszett ez a két film, de az a baj velük, hogy többek között, hogy ugye egy Steven Shin nevű faszi rendezte mind a kettőt, aki csak és kizárólag lightos vígjátékokat csinált egészen addig, és még később is. És érződik azon, hogy nem tudja, hogy hogyan kell egy akciójelenetet rendesen összerakni. Nagyon, nagyon tág mindegyik jelenet, ami azt jelenti, hogy a vágás túl sok helyet hagy üres járatnak a mozdulatokban, és ez nem tesz jót igazából egyik filmnek sem. Főleg az elsőnek nem. Hát valószínűleg te, neked van egy jó fajta filmes műveltséged ebből a korból, és akár a hongkongi kínai akciófilmek terén, tehát neked van egy összehasonlítási alapod, még én ebbe beleestem tulajdonképpen, mert ugye elég rég láttam utána ázsiai akciófilmet, de az is kortárs volt. Nem is olyan rég. Minden esetre nekem ez a viszonyítási alap kimaradt, tehát én úgy tekintettem erre a két filmet, hogy ezek ilyen csemegék. Az egyik az nyilván alkalmazkodni akar egy dramaturgiához, ami tőle teljesen idegen. A második az viszont már tényleg bedobta a törülközőt, és az ott nem érdekli semmit, csak az, hogy minél nagyobbat szakítson. És így mondjuk a te szemeddel nézve, ezek tényleg ilyen csetlő-botló bénasságok lehetnek, amik azok is, csak hogy szerintem ebben van egy báj. Ivan, én nagyon örülök neki, ha ez a két film neked tetszett. Azért mondom, hogy nem akarok vitatkozni erről. Én nagyon örülök neki, hogy neki ez a két film tetszett. Én csak elmondtam, hogy én sajnos nem tudom túltenni magam a hibáikon, és igen, pont hogy bejön az összehasonlítási alap, hogy ennek az időszaknak a hongkongi filmei, meg előtte levő mondjuk úgy 10 évnek a hongkongi filmei annyira jók, de annyira jók, főleg akciófilmek, hogy ehhez képest ez egy elég kis gyengus cucc. Persze, ezt aláírom. Még csak annyit, hogy ami viszont ettől független is nem tetszett, hogy amit átvesz a Nikitából, jó, elhagyja a love story-t többé-kevésbé. A love story az borzalmas az első filmben. Tehát az a csávó, most nekem nem fog eszembe jutni a kínai színésznek a neve, aki játszott, az annyira egy irritáló semmi ez a csávó. Hát a Jean-Hugh Anglade a Nikitában egy Oscar-díjas alakítás ahhoz képest, amit ez a csávó csinál. Egy ilyen, mint egy papír, egy darab papír lenne a faszi. Ráadásul az soha nem derül ki, hogy mi a Black Cat-nek ez a titkosszolgálata, miért a faszinak a főnökét, aki a Wildlife Fund-nál dolgozik, azt akarja meggyilkolni. Tehát nem, ez teljes, semmi értelme nincs. Semmi értelme nincs. A jelenetek sem működnek, hát látszik, hogy ilyet ők maguktól nem csinálnának, hát nem tudnak vele mit kezdeni. Ugye van az a jelenet a Nikitában, amikor a Bob
kvázi egy meghívásra, Nikita meghívására egyébként, ez fontos, belép az ő kis családi kettősükbe. Uh-huh. Most ez a hongkongi Black Cat 1-be, ez úgy van ábrázolva, hogy Bob váratlanul megjelenik, miközben az új pasas egy alsó gatyában, nem, mesztelenül van a takaró alól, és azt hiszem a Bobot játszó pasas oda nyújtja neki az alsó gatyát, vagy a nadrágot, hogy így vedd fel. Szóval nem tudom, hogy Hongkongban az emberek mennyire közvetlenek egymással, de én szerintem semmilyen kultúrában nincs olyan két férfi, akik életükben először találkoznak egymással, elkezdenek egymás előtt felöltözni. Tehát láthatóan teljesen nem tudnak mit kezdeni ezzel a plottal, de hogy bele vannak kényszerítve, mert ez volt a kérés, és megpróbálnak neki megfelelni, és az eredmény az vicces. Igen, igen. Na, ez itt tökéletes végszava ennek a két filmnek a kielemzésének, és most pedig még egy pár perc erejéig beszéljünk a Lucy-ról. Viszont muszáj egy dolgot a Lucy előtt mondanom, hogy nem tudom, észrevetted, hogy a Black Cat 2-ben van egy magyar név a stáblistán. Nem is azzal kezd a stáblista. Tehát Zoltán Budai, akit megtaláltam a LinkedIn-en, és most azt fogom csinálni. Én is megnéztem. Hogy rákeresek, ráírok, és megkérem, hogy egy ilyen oral history interjút adjon. Wow. És ugye szerintem elképesztő kincseknek van ő a birtokában, olyan tudásanyagnak, amit muszáj lenne tőle megszerezni, hiszen a te podcastod erre nagyon is alkalmas lenne. Jó, hogy kiváló. Felveszem vele a kapcsolatot. Na mindegy, mehetünk tovább a Lucy-ra, amit sajnos hát megnéztél. Te nézetted meg velem, tegyük hozzá. Igen, mert én nem láttam. Az első fél óra jó. Amíg nem veszi komolyan magát a film, amíg nem megy bele ebbe az egész agykapacitás kihasználása dologba komolyan, amíg a Besson nem veszi komolyan magát, addig ez a film egy marha jó, színeszaga, színpompás képregényfilm. És addig tetszett. De fél óra után mikortól tényleg a Lucy egy ilyen szuperhősé változik, abban a pillanatban kimegy belőle a feszültség. És ez úgy általában a szuperhős, ez is ezért nagyon nem szeretem a szuperhős filmeket, mert ha egy szuperhős a főhősöd, akkor nincs feszültség, mert az mindenre képes. Na, csak ennyi. Ennyit. Ezt nagyon jól összefoglaltad. Itt ugye ez a 2014-es Luc Besson film, ami a Valériánt előzte meg, és azért javasoltam, hogy nézd meg, mert női akcióhősről szól, de hát egy ilyen teljes félre siklott történet, amit egyébként a kritikai visszhang is ugye alá, tehát gyakorlatilag ezt a filmet sem senki nem szerette, mert tényleg a Scarlett Johansson, aki egy ilyen teljesen üres, karikatúra-szerű szőkenő karakterből, akit nem is ismerünk meg tulajdonképpen, belecsöppen egy ilyen, hát hogy mondjam, megint valami ázsiai szuperdrog bizniszbe, ahol beültetnek a hasába egy csomag szuperdrogot, ami elkezd szivárogni, és ez pont az az enzim, amitől az agykapacitása úgy megnő, hogy tulajdonképpen istenné válik. Hát igen, szóval valójában innentől kezdve semmilyen téttel nem bír ez a film, és az ele is akkor a baromság, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz vele menni. Úgyhogy hát ezt megnéztük, túl vagyunk rajta, és levonhatjuk a következtetéseket, hogy azért ez már nem ugyanaz a Luc Besson. Igen. Azt nem bírtam, nem bírom a Bessonnak az arroganciáját a végén, amikor teljesen vége a filmnek, és ki van írva, hogy, vagy valaki mondja talán, mert nem tudom, hogy na most már tudjátok, hogy mit jelent az, hogyha teljesen kihasználjátok az agykapacitásotokat, most már a tőletek függ, hogy mit kezdetek vele. És hát a csaj megszűnt létezni, szó szerint. Most ez a cél, hát ki a franc akar megszűnni testi valójában létezni? Lehet, hogy mindenben ott van, de az nem jó. Én nem tudom, mit akar. A filmben van valami naivitás, ami tényleg érthetetlen, hogy itt a tudással valami jót kezdenek. Ugye alapvetően azt gondoljuk, hogyha az agykapacitása elkezd nőni, egy embernek, akkor hirtelen ugye, mint Isten, mindent érzékel, a múltat, a jövőt, a jelent, az a körülötte lévő emberek érzését, és mi az egyetlen célja ennek a karakternek?
át akarja adni a tudását Morgan Freemannek. És ezt, hogy ezt elérje, 12 órán át átutazik a világon. Tehát nem ad neki mondjuk egy videó masterclass-t, hanem átutazik a világon úgy, hogy egyébként bármilyen számítógépbe bele tud menni, onnantól kezdve, mit tudom én, 70%-ot elér az ő agykapacitása. Hát igen, vannak problémák, itt hatalmas baromság. Itt mutatkozik meg sajnos a hátulütője annak, hogyha állandóan a 70-es és 80-as évek francia képregényeire utalsz vissza, mert mint ötletekkel és szenzációs vizualitással voltak azok a képregények tele, de nagyon butuskán voltak megírva. És itt is az van, és a Besson még mindig ezt tolja, hogy a logika, keresnivalója nincs a logikának a filmjeiben. És manapság azért valaminek kéne lennie, de őt nem érdekli. És ez kezd visszaütni rá, mert az utolsó 10 év Besson filmjei azok elég nagy bukások voltak. Hát igen, ezért nagyon fontos az, hogy úgynevezett klasszikus filmeket nézzünk, mert ezek viszont elképesztő értékek, és tényleg többszöri nézésre is új dolgokat lehet benne felfedezni. Ezért érdemes ilyen podcasteket hallgatni, mert most is nagyon sok új címet írtam fel. Úgyhogy hát figyelj, öröm volt. Én nagyon hálás vagyok a hongkongi. Ugyanazt kérdezem, mint az előző podcast végén. Befejeztük? Tehát elrendelted a végét? Jó, oké. Jó. Én várom a következőt, ugye mindjárt karácsony, és most én a hongkongi filmeket meg fogom nézni, nem most nyilván ma este, de tényleg nagyon felkeltetted az érdeklődésemet. Okay, Ivon, nagyon szépen köszönöm újra csak, hogy beszélgettél velem. Nagyon jó volt, szokás szerint, és akkor majd legközelebb. Köszönöm, Feri, és akkor kellemes karácsonyt. Neked is kellemes karácsonyt, és a hallgatóknak is kellemes karácsonyt, és boldog új évet. Boldog új évet, sziasztok! Ciao.